Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! A zene összeköt népeket, embereket, kapcsolatokat tart fenn, és szerez sokszor megismételhetően örömet a játékosnak és a befogadónak egyaránt. De a zene családokat is összeköt és teremt generációkon átívelő szoros kapcsolatot. Legjobb példa erre a Kajsza család, ahol már az unokák is színpadképes produkciókkal álltak elő a hagyományos évnyitó koncerten Siófokárdon. Még jelzésértékűnek is mondható, hogy az 5. újévi Siófokárdi Kajsza koncert Beethoven örömmódájának dalamaival vette kezdetét. Hiszen mindenki boldog volt, aki eljött közösen ünnepelni az új esztendőt, a közösséget és a zenét. Kajszáiknál családi hagyománya muzsikálás olyannyira, hogy a legkisebbek, a 3. generáció tagjai is színpadképes produkciókkal rukkoltak elő. És talán a boldog mosolyú emberek között a legboldogabb a 90. életévén is túlélő nagypapa Kajsza József volt. Azt mondja, nincs gyógyszer, ami úgy használna, mint amikor a családot közösen látja játszani a színpadon. Ha én nekem valami lelki problémám van, valami miatt összetörődök, így valami úgy történik az egészségügyben, bármilyen egy ilyen kicsit megráz, vagy szóval úgy el akar vinni valamerre, akkor ők az én menedékeim. A jó Isten ajándéka, így mondom. Az, akinek ez nem lesz meg, az nem tudja, hogy mit veszít. Ez egy nagy áldozathozatal, de az egész életünk egy áldozathozatal. Ha is ezt nem becsüljük, vagy ezt nem veszük tudomásul, akkor nagyon nagy veszteség ér bennünket. De most inkább a gazdagodásról kell szólni, persze nem anyagi értelemben. A talentum adva van mindenkinek, de élete csak akkor lesz teljes, ha ezt kibontakoztathatja, mondta apa, azaz Kajsza Béla. Nekünk megadatott az a lehetőség, tradíció, most már mondhatom így is, hogy muzsikálunk. A zene végül is azt gondolom mindenkinek az életét meghatározza, hiszen az ősember is ütötte a korhat fát, vagy a két csontot össze, és ez egy bizonyos ritmust, zenét adott. Most nekünk már nem kell ezeket ütni, bár vannak, akik ugye az ütősök, azok azt ütik, mi fújjuk a rezet. Egyik kedves barátunk írta egy cím, hogy milyen jól hangzana, hogy a Kajszáig fújják a rezet. Hát mi nem megfújjuk, hanem fújjuk, és hát szeretnénk ezzel örömet szerezni minden évben a falunk lakosságának. A civil szervezet mostanában egy divat szó, de nagyon is helyén való és nagyon is fontos, hogy olyan civil idézőjelben szervezetek alkossák a falut, amely maga területén tradícióként is akár meghatározza a falunak a minőségét. Hiszen egy-egy civil szervezetnek a munkálkodása az mindig olyan közösséget vonz magához, ami végül is előbb-utóbb bevonja az egész falunak a közösségét, és olyan élettért teremt a faluba, és itt Kisfalukról beszélek, ugye különösen, mint Siógárd is, hiszen 1300-an lakunk csak Siógárdon, ahol mindenki ismeri egymást, és előbb-utóbb körbeér ez a civil szervezetnek, a szervezeteknek a működése, és ezáltal egy nagyon jó társaság, egy jó életérzés keletkezik. Azt tudom és érzem, hogyha valaki valamit jó kedvel és örömmel csinál, akkor az úgy kitágul, kiteljesedik. És ahogy teljesedik,
mint a vízbe dobott kőnek a hullámai gerjednek, és egyre nagyobb kört ölelnek be. Ugyanúgy vonza magához ezek a hullámok az embereket is, és ezáltal azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy megtartó erőnek is nevezhető. Hát akkor következzen az utánpótlás. A legkisebb kajszáék jó példát láttak maguk előtt, és nem volt kérdés, követik-e. Gyerekkorom óta zenélek, sok gyakorlás van e mögött. Nem szeretnék mindig leülni, tanulni, de leülök. Szívesebben tableteznék, nézném a tévét, de egyre nehezebb darabok kerülnek elém, és veszem vele a terket, csinálom. Annak idején, amíg nem voltam nagypapa, mindig azt szoktam mondani, azt mondtam, hogy hát azt szeretném mindig megírni, hogy az unokáimmal is tudjak még muzsikálni. És hát lám megadatta, jó Isten engedte, hogy most két unokánk is a színpadon áll, a harmadik ő nem áll a színpadon, mert ő táncol. Tehát ugye mondták már tavaly, hogy nem baj, majd fújjátok neki, ő meg majd táncolni fog, de hát ez csak egy lehetőség. A tradíció az ugye öröklődik. Az úgy vonza egyik a másikat, és ahogy mi is annak idején a gyerekek édesanyjával a muzsikába nőttünk, és a szüleimtől már a muzsikába kerültünk, vagy éltük az életünket, ugyanúgy gerjedt ez tovább, és vált egy igényé, hogy valamilyen szinten muzsikáljunk, valamilyen szinten tudjunk örömet szerezni. Hát ha nekünk ez adatot, meg ez a talentumunk, akkor ebben éljünk, és ezt adjuk tovább. Vízkereszttel lezárult a karácsonyi ünnepkör, de volt, ahol január 6-a utáni hétvégén még ehhez kapcsolódóan tartottak záró rendezvényeket. A Szekszárdi Evangélikus templomban is állt még a karácsonyfa vasárnap, ahova a zenés műsorral várták a gyülekezet tagjait. Szó töltötte meg a Szekszárdi Evangélikus templomot vízkereszt utáni vasárnap, ezzel zárodott a gyülekezet karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programsorozata. A látogatók a Pécsi Evangélikus Gyülekezet Svigruha Band együttesének Istenes Versek című egyórás zenés műsorát hallhatták, a több szólamú éneket ugyanis majdnem minden muzsikus különböző hangszerrel kísérte, sőt néhol szólót is játszottak.
20. századi magyar költőknek a verseit zenésítettük meg pécsi barátainkkal, a Pécsi Evangélikus Gyülekezetnek a tagjai, lelkészek vagyunk ketten, és a gyülekezetünk tagjaival, és így alkalmi szinten szoktunk összejárni és énekelgetni, zenélgetni nagy ünnepeken, meg családisten tiszteleteken, és aztán jött ez a gondolat, hogy csináljunk egy külön műsort így magyar versekből, mert a versek jók, sokkal jobbak, mint amilyen szövegeket általában mi szoktunk írni, meg amelyeket általában ma szoktak írni a dalokra, és nagyon mélyek, gazdagok, formailag is, tartalmilag is nagyon jók, minket is megérint, és aztán magunk is módján megzenésítettük ezeket. Talán lesz valami, ami megérinti az embereket, valami egyetlen gondolat, egyetlen sor, ami tetszeni fog, jó lesz, és elgondolkodnak rajta. Ebben a reményben hívta meg őket a szekszárdi lelkész, hogy a két gyülekezet közösen zárhassa le az előző év ünnepét, és készülhessen az újabb időszakra. Az őszi idő folyamán, amikor a gyülekezetünk programját terveztük, akkor arra gondoltunk, hogy a advent karácsonyi programot színessé tesszük azzal, hogy vendégeket hívunk. Úgyhogy advent első vasárnapjától kezdve vasárnap délelőtt az istentisztelet keretében, a adventi szeretett vendégségek keretében vendégeket hívtunk, és sokféle módon így voltunk együtt. És ennek az ősszel kialakított tervnek egy ilyen tudatos zárása volt, hogy a pécsi, az ottani gyülekezet, Svígru a bennek nevezett kis gyülekezeti együttesét meghívjuk, hogy igaz már a vízkereszt utáni vasárnapon, de mégis ezt a karácsonyi ünnepkört úgy lezárja. Amivel készültek ők, egy körülbelül egy órás műsor, magyar költők istenes verseit hozták el, megzenésítve, amit érdemes tudni róluk, hogy ők maguk is zenészek, két lelkész kollégám és a gyülekezet tagja is zenészek, úgyhogy ez egy ilyen saját szerzemény, illetve egy saját alkotás, persze a verseken túl a zenei rész. Ők hozzáfűznek majd prózaileg és magyarázatokat, mi érintette meg őket, úgyhogy egy ilyen remélem színes és áldott szép kis zárás lesz most ezen a estén itt a templomunkban. Azt érezzük, hogy ez egyetlen igazán komoly feladatunk így a evangélium hirdetésében, hogy ezt összefogva tegyük. Nem csak felekezeten belül, hanem felekezetek között is. Úgyhogy itt az ökumenikus imahét előtt ez kicsit ilyen ráhangolódás, hogy már gyülekezetekkel együtt ünneplünk. Már régi hagyomány, hogy a világszerte meghirdetett eseménnyel együtt itt Szekszárdon, az ökumenikus imahét során, ami 20-ával kezdődik majd, a hét minden napján 5 órakor mindig más templomban gyűlünk össze, a kezdő alkalom majd a belvárosi katolikus templomban lesz, szeretettel hívunk mindenkit. A szekszárdi Madrigál kórus ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Az együttes évvégi koncertje egyben egy új kezdeményezés első lépése lehet, hiszen alakulóban van egy szimfonikus zenekar, melynek karnagya a Madrigál vezetője Jobbágy Valér. Az elmúlt esztendőről és az alakulóban lévő formációról is beszélgettünk az évzáró előadáson.
1965-öt írtunk, amikor ma már csak a képekben létező Sós Sándor művelődési házban megkezdődtek a Szabad Szél című darab próbái. A műhöz énekkar alakult, és bár a darabot már régen a feledés homálya fedi, az énekkar fennmaradt. Az elmúlt időt több száz fellépés, elismerés nemzetközi és hazai díj jellemezte. 1981 óta Jobbágy Valér vezeti az énekkart, akik most újabb lépés megtétele előtt állnak, a szintén magas művészeti fokon zenélő Szekszárdi Kamarazenekarral való fúzióval. Igazából 30 éve várunk arra, hogy a Szekszárdi Kamarazenekarral együtt tudjunk működni, különösen karácsonyi koncert keretén belül. Ugye valamikor a 80-as, 90-es években nem volt el karácsony, meg húsvét, vagy nagy hét, hogy valamilyen oratórikus mű meg ne szólalt volna ebben a teremben. Aztán hát sajnos különböző okoknál fogva ez abba maradt. Elsősorban financiális okoknál fogva, de nagy örömünkre szolgál, hogy a kamarazenekar új vezetője fantáziát lát abban, hogy a kórussal együttműködjön, és kifejezetten oratórikus vagy kantáta jellegű műveket előadjon. Ahhoz, hogy ez a folyamat folytatódjék, ahhoz szükség lenne arra, és lesz is arra, hogy fúvósokkal kiegészüljön a zenekar, és akkor egész biztos, hogy ez előbb-utóbb majd egy bővebb társaságot jelent, részben a vonósokban is, részben pedig, hát, mint említettem, a fúvósokban. Úgyhogy rajtunk nem múlik, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a továbbiakban ez az együttműködés ez folytatódjék. Mindenféleképpen afelé szeretnénk elmozdulni, ha minél többet együtt tudnánk játszani, akár nagyobb apparátussal, hogy ez hány zenészt jelent pontosan, vagy hogy milyen művek szólalhatnak meg, ez majd még a jövő titka, de e felé törekszünk. Természetesen majd meg kell azt néznünk, hogy az időbeosztás terén, hogy kellő mennyiségű próbáljon rendelkezésre, hogy kivel hogy tudunk. Én azt sem tartom kizártnak adott esetben, hogyha a városból mondjuk két kórus egy programban vagy egy műsorban lépne föl a zenekarral, tehát én nekem vannak ilyen elképzeléseim is, ahol már nagyobb kórus művek is megszólalhatnának zenekari kísérettel. Össze kell szoknunk, tehát én próbálom itt a Tolna megyei kollégákat mozgósítani, zenészeket, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy többen is elvállalták a felkérésünket. A Szekszárdi Filharmonikus Zenekar hivatalos színre lépésére még várni kell egy kicsit. Január 22-én ismét a nagy közönség elé áll majd a közös zenekar. Addig még Jobbágy Valérrel a mögöttük álló évről beszélgetünk. Ez borzasztó nehéz. Ennek az egyik oka, hogy én többfelé vagyok elkötelezett, és nem mindig tudom összeszedni a gondolataimat, hogy utoljára mit is csináltunk, de az egész biztos, hogy
hogy össze volt néhány fellépésünk. Amikor október végén, november elején tudtunk nekiállni ennek a programnak, még akkor is, hogyha ennek egy része, elsősorban az a cappella rész, az a korábbi években már megszólalt, de hát ezt a karácsonyi misét, amit a zenekarral csinálunk, ez teljesen új számunkra, és újan kellett tanulni. És ugyan lesz két Buxtehude dekantát, ami sok évvel ezelőtt már megszólalt, de az is lehet, hogy 10 éve ment utoljára, és hát azért nálunk 10 év az hosszú idő, úgyhogy ahhoz éppen elég, hogy mindent elfelejtsünk belőle. Az idei esztendő tehát a tovább lépést hozhatja a Madrigál kórus életében. A cél a magas minőség megtartása mellett az új formáció életképességének bizonyítása, önmaguk, a zenész társadalom és a nagy érdemű előtt is. Egy hangverseny, amiben 50 zenéléssel töltött év és Falusi Mária jelleme elevenedik meg. Zenei emlékeim címmel klarinét versenyt rendeztek Szekszárdon a Vármegyeházi esték keretében. Falusi Mária zenetanár mellett egykori tanítványai, barátai is felléptek, köztük Balog József, Borsós István vagy éppen a Bartina Néptánc Egyesület egykori táncosai. Azt mondják, Mari olyan tanár volt, aki megszerettette a zenélést a gyerekekkel és az emberi kapcsolatokra is nagy hangsúlyt fektetett. Ha zene, Bartina Néptánc Egyesület, Big Band, akkor Falusi Mária. Egykori tanítványai azt mondják Mariról, mint ahogy mindenki hívja, hogy Szekszárd zenei életének kikerülhetetlen figurája volt, és még a mai napig is az. Az együtt átzenélt évekről, évtizedekről mindenkinek más emlék jutott eszébe. Falusi Mária 1966-tól tanított engem, tehát mi voltunk az első évfolyama. Előtte a Bécsről jöttek fiatal zenészek oktatni. Neki köszönhető az, hogy igazán megszerettem a zenét, bele szerettünk a kamarazenélésbe, és ez olyan bátorságot adott, hogy később a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarba játszottam, aztán 15 évig a Szekszárd Big Bandbe, és hát most hozzáöregettem a tárogatóhoz, és örülök neki, hogy Szekszárdon megszólal. Ugye Mart János bácsi sokáig játszott itt, és ugye többször hívtak az alsóvárosiak, mivel én az Arany János utcában laktam valamikor, hogy játszam a rendezvényeiken, úgyhogy szívesen jövök Szekszárdra. Megszerettette velünk a zenét, tehát következetes volt, szigorú volt, de ugyanakkor partner volt. Annak idején alakítottunk egy fafúvós triót Péter Figáborral, aki sajnos már régóta nem él, Tejsz Aranka, illetve Klézli Erzsi játszottak benne, Helikonon játszottunk, fesztiválokon nagyon nagy sikerrel, és Mari mindenhova elkísért, fölkészített bennünket, és nagyon sok örömet jelentett ez nekünk. Volt egy fehér egyensapkánk, amit az Ari édesapja csinált, azt ő is viselte, tehát mindenképpen olyan volt, akitől tényleg tanulni is lehetett. Ugyanakkor például a keszthelyi Helikonon a legnagyobb vetélytársnak, a klarinétosának elromlott a hangszere, és a Mari az első szóra az elmerét kölcsön adta neki, és azzal lettünk mi csak másodikak. De megtanultuk azt, hogy nem mindig a győzelem a lényeg, tehát nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. A mai Bartina elődjének a Szekszárdi Szövetkezeti Néptánc Együttes zenekari kíséretét látta el Falusi Mária és zenésztársai. Akkor még nem léteztek parasztbandák, nem volt ennyi tudásunk a folklorról, mint ma, és nagyon hálásak voltunk mai szemmel is visszatekintve
hogy így színpadra kerülhettek ezek a koreográfiák. Nagyon sokat jártunk velük, nem Marit ki tudnám emelni, de igaziból olyan sok zenésszel, Tész Lacival, Teszler Vendi bácsival, Orbán Istvánnal, nagyon sok zenésszel dolgoztunk együtt, a Mari mindig, mi csak Marinak, hát ezért külön elnézést kérek, de nekünk ő a falusi Mari, mint ahogy a szekszárdiak közül mindenkinek szinte falusi Mari. Mindig ott állt a klarinéttal, tehát változhattak a szólisták, a prémások, a zongora kísérők, mert még zongora kíséret is volt abban az időben, cimbalmos, de a klarinét mögött mindig a falusi Mari állt. A megyei városokban szinte minden hétvégén felléptünk, megyén kívül és külföldi emlékeink, Tambov, Dresda, akkori Csehszlovákia, Algériába jártunk, tehát Tész Laci és Falusi Marival megkerülhetetlenek ezek az évek. Mari Balogh Józseffel is hosszú éveket zenélt végig, aki szerint a zenészek között, így köztük is különleges baráti kapcsolat alakult ki. Nagyon sok szép közös emlékünk volt, akár a Szekszárd Big Band-del, akár szegény elhunyt Lányi Péter barátunkkal, 40 éves jubileum, 50 éves jubileum, mindig valami érdekeset játszottunk, és mindig nagyon jól éreztük magunkat Szekszárdon, és hát én mondom, hogy jól éreztük magunkat Szekszárdon, én nem szekszárdi, de ez mindig ez egy befogadó város. És a közönség, és a társaság, és a zenész kollégák is mindig otthonossá tették ezeket a koncerteket. Ez egy baráti klub. Persze, zenei közösség. Minden zenész, hogyha zenészeken állna, akkor a világ egész máshogy néz neki. Gondolom két koncert közt egy sörözés. De mindig jobb lenne, mint két koncert közt egy háború. Különben is háborúba hallgatnak a múzsák. Szerencsére most nálunk nincs ilyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a zene az egy nagyon-nagyon nagy lélekformáló és népformáló eszköz. Kötelezővé tenném mondjuk minden politikusnak. Tulajdonképpen ez az emlékezés, ez már régóta meg gondolataimban megfogalmazódott, ezt még Lányi Péterre kezdtük el, mert volt egy 25 éves koncert, egy 40 éves, és azon a Balogh Józsi szintén itt volt. Én elég sok irányba tevékenykedtem a zene területén, a Bartinában 25 évig, a Big Bandben 25 évig, és 50 évet, mint zenetanár dolgoztam. És úgy gondoltam, hogy kell egy utolsó emlékezés is az 50 év után. Mindent szerettem, mindenben volt valami szép, a néptáncban is, a komoly zenében is. Talán nem tudnék különbséget tenni egyiktől sem. Pedig igen nagy különbség van a műfajok, zenei műfajok igen, között. Igen, de hát azért a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás itt is, akik fognak szerepelni, ezek mind az én volt növelékeim. Milyen érzés az, hogy ilyen messzire eljutott egy-egy tanítványa? Hát nagyon-nagyon jó érzés, és remélem, hogy a jövőben is lesznek ilyen növendékek is továbbra. Ebből a néhány évtizedből mire emlékezik vissza legszívesebben a tanításon túl? Gondolok itt valami nagyobb koncertre, valamilyen zenei tehetsége való együttműködésre. Hát volt, ezekből is elég sok. Mikor én végeztem, akkor tulajdonképpen ez a terem, ez emlékezés nekem, mert akkor még nem volt művészetek háza se, meg Babics se. Minden koncert itt volt. És ezek nagyon szép emlékek voltak számomra. Rengeteg akkor az Augusztházi esték, amikor vasárnap délutánonkénti hangversenyek voltak, ezek felejthetetlenek. Önök a Képtárat, Dél-Dunántúli Kulturális Magazinunkat látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!